Az év végére befejezik a beledi evangélikus templom felújítását. A külső tatarozás mellett belső munkálatokat is végeznek. Iász Beatrix evangélikus esperes elmondta, a kivitelező szinte minden munkát elvégzett, már csak a lábazat és a főbejárat színezése hiányzik, illetve a színezett ablaküvegek behelyezése van hátra. A felújítás összköltsége meghaladja a 32 millió forintot. Nagy örömünkre, nagy mérföldkő volt az elmúlt időszakban a beledi templom felújításnál, sőt, mi több már az utolsó munkálatok zajlanak. A kivitelező a munkának a nagy részét elvégezte, tulajdonképpen már csak a külső lábazat hiányzik, ezt fogják majd következő alkalommal, amikor az időjárás megengedi elkészíteni, illetve a színezés még a főbejáratnál hiányzik, tehát ott fogják kijavítani, és szép új templomunk lesz így már kívülről. Belülről pedig megtörténtek a felújítással kapcsolatos javítások, illetve a festés is. Még várjuk a Tiffany üvegablakokat, ami mind a két oldalon elhelyezésre kerül majd. Az egyik oldalon egy Luther rózsa, a Róma beliekhez írt levélből vett igével, ami Luthernek kedves mondata, az igaz ember hitből él, ami reformációt tulajdonképpen elindította, és ami egy nagyon fontos idézet a számunkra a Bibliából, evangélikusok számára. Illetve a másik oldalon majd, mint egy Biblia pauperum, tehát a gyerekeknek, minden embernek szóló evangélium hirdetést tulajdonképpen képekben jelenítjük meg a két szentségünket, a keresztelést, illetve az úrvacsorát, és ez alá pedig Jézusnak az ígérete kerül majd, ami a missziói parancs végén van, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát ezeket az üvegablakokat várjuk még. Egy soproni művész alkotása lesz ez. Milyen költségvetéssel sikerült a templomot felújítani, hiszen most már azért nagyjából ugye a végéhez közeli, tehát lehet számadatokról is beszélni. Igen. Több mint 30 milliós a felújításunk. Ez egy energetikai pályázat volt, vagy hát egy pályázat eredetileg, ebbe beletartozott a napelemeknek a felszerelése is. Aztán később kiderült, hogy ezt éppen nem sikerül a pályázatban támogatni, úgyhogy ezt önerőből meg fogjuk tenni. Tehát összesen több mint 32 millió forint maga a beruházási összeg. Ennek egy részét természetesen már kifizettük a kivitelezőnek, hiszen már be kellett nyújtani az első 10%, tehát az első részszámlát, a 10%-ot el is számoltuk már, és most kerül sorra az, amikor a második részszámla, illetve a végszámla kifizetésre kerül. Várhatom, mikor adják át? Lesz egyáltalán valami átadó ünnepség a felújításnak? Igen, lesz mindenféleképpen. Püspök urat is szerettük volna, illetve szeretnénk hívni erre az alkalomra. Az a javaslata, hogy valamikor márciusban kerüljön erre sor, és a presbitérium ezt a javaslatot elfogadta, hiszen most nem lenne túl nagy értelme annak, hogy bemenjünk a templomba, fölszenteljük, hálát adunk, és utána pedig visszajövünk a gyülekezeti terembe, hiszen egy valamit nem sikerült a pályázaton belül megoldani, méghozzá a templomnak a fűtését, a padfűtést. Ez még egy következő feladat lesz a számunkra az elkövetkezendő egy-két évben. Nagyon remélem, hogy sikerül forrást keríteni erre is, hiszen sokak számára, vagy sokunk számára jó volna tényleg egy komfortosabb hely lenne a templom, télen is tudnánk tartani ott istentiszteletet, úgyhogy jól érezzük ott magunkat, és nem fázunk, nem fagyunk meg. Ugye, mivel kívülről, belülről megújul a templom, illetve hát önök gondolkodnak abba, hogy fűtést, tehát padfűtést szerelnek be, az már nem fogja zavarni, tehát ezt meg lehet oldani, úgyhogy most belül azért elkészítenek mindent. Igen, nagyon remélem, többfajta lehetőség is kínálkozik, és majd megpróbáljuk kiválasztani a lehető legjobbat, ami a kevés felfordulással jár már. Egy másik nagy dolog, ön átjár Vásárosfaluba is, ott viszont templom épül. Hogy áll most ez a templom építés? Így van, a nyáron fölkerült a templomra a tető szerkezet, és most már a kivitelezővel
Sőt, mi több tegnap előtt voltam át Vásárosfalun, és láttam azt, hogy nagyjából készen van a tető cserepezése, tehát a nagy része elkészült már a tetőnek. Ez nagyon fontos volt most a tél beállta előtt, a havazás előtt, hogy ez elkészüljön, fölkerüljön a tetőcserép, és hát innen folytatjuk tovább. Van két pályázatunk ezzel kapcsolatban is, ami már megnyert pályázat, már csak támogatási szerződés után el kell számolni, teljesíteni kell a kivitelezőnek, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez is ebben az évben már úgymond szerkezetkész állapotba kerül, és aztán utána folytathatjuk tovább a belső építészettel, illetve a belső terek kialakításával, mert ott ugye nem csak a templom lesz, hanem mellett egy lelkészhivatal, illetve egy vizes blokk is, tehát erre is időt fordítunk, hogy az minél komfortosabban legyen berendezve. Mikor vehetik használatba a hívek a templomot a tervek szerint? Hát ezt nehéz lenne most megjósolni, mert még hiányzik legalább egy 4 millió forintos összeg, amit különböző forrásokból próbálunk megszerezni, illetve előállítani, mert hogy hát vannak ötleteink, de azt még nem tudom, hogy melyik sikerül majd a megvalósítás, tehát melyiket sikerül majd megvalósítani, hiszen ha az egyik kapun nem engednek be minket, majd a másikon fogunk kopogtatni, úgyhogy ötletek már vannak, de biztos forrás még nincsen erre. A belső építészetre, illetve a belső tér kialakítására kellene még egy 4 millió forint, nem pontos, de nagyjából is számítások szerint. Úgyhogy az azért még egy elég nagy összeg, ezért nem mondanék időpontot. Reményeink vannak természetesen, de nagyon jó lenne, hogyha következő évben ez elkészülne, és át lehetne adni, föl lehetne szentelni az új templomot Vásárosfaluban. Mindannyian nagyon örülnék neki. Ugye közeleg az adventi időszak, most már eldőlt, hogy milyen menetrend szerint, illetve hát hol tartják majd a gyülekezeti összejöveteleket, illetve hát bármi, ami az ünnepséghez vagy az ünnepkörhöz kapcsolódik. Igen, itt a gyülekezeti teremben fogjuk tartani az adventi esti áhítatainkat. Minden adventben, most éppen kedden lesz majd este 5 órakor áhítat, illetve hát a vasárnapi istentiszteleteket is már itt tartjuk jó néhány hete. Karácsonyra át fogunk menni a templomba természetesen, addigra már ki lesz takarítva, és megfelelő állapotba kerül, majd megpróbáljuk azért egy icipicit befűteni a templomot, ahogy tavaly és az előző években is sikerült, úgyhogy a karácsonyt ott fogjuk ünnepelni a templomban. Nem csak ezek az alkalmak lesznek adventben, hanem adventi játszóházat is szervezünk, illetve van egy EFOP-os programpályázatunk, amiről már beszéltem, és ennek keretén belül egy nagy kirándulást szervezünk, méghozzá Győrbe, az Inzula Luteránát nézzük meg. Ez a szervezés már folyamatban van, már lehet is jelentkezni erre a kirándulásra. Reggel indulunk, és illetve este érkezünk. Délután pedig az adventi vásárba megyünk Győrbe, ahol csodálatos élményben lehet majd részünk mindannyiunknak, ebben biztos vagyok. Köszönöm, beszélgetésre. Köszönöm szépen.